Business Café Podcast. Kezd a reggelt inspiráló gondolatokkal vállalkozás és marketing témákban. Szép reggelt kívánok, az én nevem Csont Attila, és ez a Business Café Podcast 26. epizódja. A mai részben elhoztam neked a legütősebb tippjeimet arra az esetre, hogyha nem tudod, hogy miket érdemes posztolnod a közösségi médiában. Valljuk be, hogy az egyik legmunkásabb dolog az egész vállalkozásépítésben a rendszeres tartalomkészítés, ezért valljuk be, gyakran előfordul az, hogy nem igazán tudunk inspirálódni, nincsen ihletünk tartalmat készíteni. És a mai részben pont erre fogok hozni jó pár támpontot. Az első kézenfekvő megoldásom, hogy kérdezd meg a célcsoportot, hogy miről olvasnának szívesen. Hogyha eddig is aktív voltál közösségi médiában, akkor biztos vagyok benne, hogy van egy pár aktív követőd, akik rendszeresen lájkolják a posztjaidat, meg hozzászólnak. Nyugodtan ezekre az emberekre ír rá. Kérdezd meg, hogy szia Gyuri, kösz, hogy rendszeresen aktívan követsz engem. Esetleg tudnál 3-5 olyan témát javasolni, amiről te szívesen hallanál? Ez nyilván neked tök nagy segítség, hogy más megmondja, a pontos célcsoportod fogja megmondani, hogy miről írt tartalmat. Neki meg nyilván egy óriás nagy ilyen gesztus értékkel bír, hogy basszus, ha megkérdezett a pont a nem tudom ki a nagy szakértő, akit rendszeresen követek, hogy miről akarnék hallani témákat. És ez mind a kettőtöknek egy baromi nagy segítség, meg jó érzéssel fog eltölteni mindkettőtöket. A következő tippem, hogy nyugodtan nézd meg akár a nemzetközi, akár a hazai versenytársaidnak a posztjait. És itt nem is csak a legutolsó posztokat érdemes megnézni, hanem a legnépszerűbbekre rászűrni. Ezt például a YouTube-on tök könnyen meg tudod csinálni, ott nyugodtan írd be az adott szakértőnek a nevét, és rendezd sorba az ő videóit az alapján, hogy mik voltak a legnépszerűbbek. És ezáltal nézd meg a legutolsó, vagy a legnépszerűbb 5, 10, 20, 30 darab videójának a témáját, és ezeket a témákat te is nyugodtan fel tudod majd dolgozni. És itt nagyon fontos, hogy itt nem lopásról van szó, szóval ne ugyanazt add át, mint a versenytársad, vagy akár külföldi versenytársad, hanem itt csak inspirálódj témában, és nyugodtan a te gondolataidat add át a te saját tartalmaidba, mert ezáltal leszel hiteles. Szóval sosem lopunk, hanem maximum csak inspirálódunk. A következő tippem, hogy miként tudsz inspirálódni, az nem más, mint az aktualitások. Szóval nézd meg, hogy a te vállalkozásodban mik úgy az aktuális hírek, vagy nem is csak a vállalkozásodban, hanem így a világban mik az aktuális hírek. És itt például még az ünnepnapokat is nyugodtan bele lehet venni. Karácsonykor nyilván evidens, hogy miről fogsz posztolni. Húsvétkor nyilván evidens, hogy miről fogsz posztolni. Black Friday környéken nyilván evidens, hogy miről fogsz posztolni. Ezekre viszont készülj fel tartalmilag. Tervezd meg, hogy az adott ünnepnapokon, az adott időszakokban milyen jellegű tartalmat fogsz majd előtérbe helyezni, mikről fogsz rendszeresen posztolni. És ezeknél a tartalmaknál érdemes úgy megtervezni, hogy 80% értékadás legyen, és 20% sales, mert a sales is nagyon-nagyon fontos. A következő témaötletem, amit nagyon sokan szoktak szeretni, azok a tévhitek, ami a te iparágat körül szokott keringeni. Nyugodtan gyűjts össze legalább 20 darab ilyen tévhitet, amit akár a célcsoportod, akár az egész iparág rosszul tud, és egy picit nyugodtan menj szembe az árral. Ha szeretném még inspirációt szerezni, hogy miről érdemes még tartalmat készíteni a közösségi médiába, akkor mindenképpen javaslom, hogy törzsd le a 30 poszt ötletből álló gyűjteményünket, amit a videó alá be fogok majd linkelni. Köszönöm szépen, hogy megnézted a mai adásunkat, holnap jövünk a következő Business Café podcasttel, addig is jó posztírást, sikeres vállalkozásépítést kívánok!